A népi megfigyelés alapján a szüretet követően általában Márton napjára erjedtek ki az új borok. Ezután kezdték Szent Mártonhoz kötni az új bor fogyasztását. Újbornak egészen más a háttere és a jelentősége mai világban, mint régen. Ugye régen sokkal jobban várták talán az újborokat, hiszen a akkori technológiákkal sokkal nehezebben tudták tartósítani vagy eltartani a borokat. Az óbor az már nem biztos, hogy évezet értékben azt tudta adni, mint egy új, és az új az mindig friss volt, könnyű volt, jó volt. A mai világban is ugye azért várjuk és szeretjük az új borokat, mert egy nagyon friss, elsődleges aromákkal rendelkező, gyümölcsös, virágos, könnyű, fehér, rozé, vörös bor tudunk kóstolni. Jellemzően ilyenkor a savkészlet egy kicsit élénkebb, frissebbnek érezzük a borokat. Úgy döntöttünk, hogy nekünk a rozé lesz a megfelelő áldozat, hát mégiscsak egy vörösboros vidéken vagyunk. Rozét azt könnyen és korán el lehet készíteni, főleg egy olyan fajtából, mint a Pinot Noir, mi ebből készítjük az új borunkat, de ez nagyon változatos. Tehát van, aki fehérborból képzeli el az új bort, főleg fehérboros vidékeken, de itt szekszárdi borvidéken is többen foglalkoznak fehér új borral, és egész sokan képzelik el vörösborként az új bort, ugye portugézerből, tvegetből, kékfrankosból lehet egész jó vörös újborokat is készíteni. Újbornak vagy fiatalbornak hívjuk azokat a nedüket, amelyeket még a szüret évében palackozzák és forgalomba hozzák. Jellemzőjük, hogy friss, illatos szőlőízeket és illatokat hordoznak, és gyakran enyhén szénsavasak. Különböző pincék egész sokan foglalkoznak azzal, hogy itt a Márton nap környékén Márton napi vacsorákat rendeznek, ugyanis nem csak az új borhoz, hanem a liba evéshez is kapcsolódnak hagyományok, ugye tartják azt, hogy aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik, és az is egy mondás, hogy aki Márton napján új bort nem iszik, az egész évben szomjazik. Úgyhogy hát mindenkit csak biztatni tudok, hogy itt Márton nap környékén fogyasszon libát és új bort feltétlenül.